hogy ti már szerintem legalább egy olyan jó páros vagytok, mint a másik oldalon az erős szellő páros. Szerintem mi sokkal jobb páros vagyunk. Imádok apuka lenni, imádok férj lenni, imádom a családomat, és nagyon-nagyon teljes és kerek az életem, és majdnem minden reggel megköszönöm ezt a jó Istennek, hogy ezt én megkaptam. Én meg rendkívül szerénytelenül annyit gondolok, hogy mi vérprofi televíziósok vagyunk. A Gábor is, és én is. Mi ezt a szakmát tanultuk, és űzzük. Az egyik legsúlyosabb függőségem az az, hogy folyton használt bútort bámulok a telefonomon. Szerintem a világ egyetlen ilyen embere vagy. Tehát a Marsi Anikó használt bútor függő. Ez csodálatosan hangzik. Komoly és sokféle véleményem van a témával kapcsolatban, akkor ti biztos, hogy itt fogtok ülni estig, mert ha én ezt egyszer elkezdem, akkor nem foglak elengedni benneteket. Legyen annyi elég, hogy most már több éves viszonylatban egyáltalán nem fogyasztok alkoholt. Sziasztok, kedves Blik nézők, ez itt a Cím Love Story, és ismét itt van velem Viktória, aki megint elmondta, hogy fölért a szakmájának újabb csúcsára. Tehát kékestető? Igen, abszolút. Azért mondtam ezt, mert szoktam mondani a szüleimnek, hogy kikkel van a beszélgetésünk, és mindig édesanyám reagál rá, és most elmondta, hogy nagyon büszke rám, hogy itt ülhetek, ugyanis a mai vendégeink nem rajtad kívül. Jó, oké, csak hogy tisztázzuk. Nem, a mai vendégeink, és köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. Marsi Anikó és Gönci Gábor! Most, de szoktam itt tapsolni, hogy úristen, hogy itt vagytok, de jó egyébként, hogy elfogadtátok. Köszönjük. Nagyon sok kérdés. Illetve hát azért azzal kell kezdenünk, Anikó, hogy te nem pont így tervezted, ugye, ha már Gáborról beszélünk, és Gábor ül melletted. Egészen konkrétan annyi volt a történet, hogy a főnökasszonnyal beszélgettem telefonon, és minden más mellett megemlítette, hogy jó, akkor elvállaljátok a Gáborral együtt a beszélgetést a Bliknél. Persze, hogy ne vállalnánk, jövünk. És utána, amikor megnéztem azt a két adást, amit elküldtetek, és láttam, hogy Gávölgyi János volt az egyik vendégetek egy kollégájával, a másik adásban Dolly szerepelt Nagy Feróval. Ja, és ugye a férjemmel együtt megnéztük a műsort, és ott vakargattuk a fejünket. Nagyon tetszett, igen, szuper fantasztikus volt, csak közben nagyon vakargattuk a fejünket, hogy végül is mi a francot keresne itt a Gábor, a Gábor, ugye? Azt akkor mondtam, hogy jó, hát tök mindegy, hát hogyha így kell jönni, akkor így kell jönni. De ő nálam még egy fokkal jobban csodálkozott, majd utána kinyitottam az e-mailemet, és akkor gondoltam, hogy jó, hát fölteszek egy kérdést, és akkor láttam, hogy ott van a címzettek között maga Gönci Gábor, kedvenc kollégám, sokadik férjem. Nem is tudom, hogy miért nem először rám gondoltam, hogy Gábor, ne haragudj. Ne haragudj, igen. Gábor, ne haragudj, hogy itt voltál, de akkor Gyarmati Gábor. Köszönjük. Nem, amúgy együtt. Azért nagy kő esett le a szívéről. Igen, mert nem szoktatok sokat együtt szerepelni, nem? De az hát a vicc, hogy elvállalta volna. Tehát, hogy van hát Véra kutyájában, mert jött volna. Tehát, hogyha ez a feladat, jött volna. Ő egy nagyon helyes ember, és hogyha az a feladat, hogy el kell jönni, meg szerepelni kell, akkor maximum kicsit húzogatja előtte a száját, mert nem szereti, de hát megcsinálja, ami a feladat, akkor azt csinálni kell. Tehát ő így eljött volna, és biztos válaszolt volna is kérdésekre. De ha nagyon muszáj neki, de nem, tehát azért ő nem szereti ezt. De nagyon örült, hogy nem róla van szó, hanem... De ti a közös munkán kívül szerepeltetek már valahol így együtt? Gáborral? Hát ezzel a Gáborral. Az, hogy még a G. Gábor se jó, mert konkrétan együtt töltöttük az elmúlt negyed évszázadot. Igen, 25 éve, igen, tehát ez egy 25 igen. éves kapcsolat gyakorlatilag. Nem tudom, hogy mit nem csináltunk még együtt. Na, azt nem csináltunk még együtt. Még. Akármennyire is fiatalon kezdtük, de az... Jó, férfi-női viszonylatban nem volt semmi közünk egymáshoz, de... Ne, ez egy barátság. Gábor, de Gábor ez. Nekem 25 éve az ilyen nagyon közvetlen kollégám. Igen, gyerekekként kezdtük ezt. Igen. De szerintem látszik is a ti viszonyotokban, és nem akarom nagyon a konkurenciát belehozni, de egy kicsit belehozom, hogy ti már szerintem legalább egy olyan jó páros vagytok, mint a másik oldalon az erős szellő páros. Szerintem mi sokkal jobb páros vagyunk. Nincs összehasonlítási alap, ugyanis én azt gondolom, hogy a Gáborral annyi mindent éltünk meg együtt, közösen építettük föl a város másik oldalán azt a műsort. Voltak rajtunk kívül még néhányan, ugyanebben a csapatban, de hát minden mozzanatát láttuk a másiknak, a műsornak minden hajszál másodpercét végigkövettük.
ennél nem tud szorosabb lenni egy kapcsolat. Tehát nem csak beültünk egy stúdióba, és akkor elmondtunk néhány mondatot, hanem ennél sokkal, 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 sokkal több mindent megéltünk egymással, együtt, a műsorral, a műsorokkal. És politikáról nem is szeretnénk erről ebben a műsorban beszélni, de talán arról beszélünk csak egy pár mondatot, hogy ti mennyire érzitek magatokat önazonosnak a szerepetekben, mert ilyen kritikákat azért elég gyakran lehet hallani, hogy a város másik oldalán, hogy ők önazonosak, ti viszont nem feltétlenül. Nézzétek, nagyon egyszerű válaszom van erre, én hiszek abban, amit csinálok, és mindig is hittem, tehát az életemben minden feladatot úgy vállaltam el, hogy hiszek benne. Ha nem hinnék benne, nem tudnám csinálni, és egész biztosan nem tudnám jól csinálni. Talán volt egy pár dolog mondjuk az elmúlt, tényleg itt 25 évről beszélünk, amit úgy éreztem, hogy hát ez úgy nem én vagyok, nem is volt jó. De én most azt gondolom, hogy abszolút a helyemen vagyok, azt csinálok, amit szeretek, hiszek benne, abban is hiszek, amilyen irányba megyünk, tehát, és ezt csak így lehet csinálni. Néha egyébként érdekes, hogy ugye online kapja a kritikákat legtöbbször az ember, nem személyesen. Személyesen szinte soha nem volt, és egyszer volt egy érdekes beszélgetésem, a mozgó lépcsőn, én mentem fölfele, valaki meg lefele, és valaki úgy odaszólt, hogy te mozgó lépcsőző, várjál, úristen. És akkor csak együtt voltam neki, de hiszek benne. És akkor erre mit lehet mondani, nem? Mert az ember annak a foci csapatnak drukkol, hogy a fiúkat vagy a lányokat szereti, melyik Istenben hisz, kire szava. Szerintem ezek olyan dolgok, ez egy privát ügy. Tehát ez az én dolgom, ha hiszek benne, ezért engem nem lehet bántani. Én meg rendkívül szerénytelenül annyit gondolok, hogy mi vérprofi televíziósok vagyunk. A Gábor is, és én is. Mi ezt a szakmát tanultuk, és űzzük. És nem csak annyi feladatunk van, hogy beüljünk egy kamera elé, és elmondjunk súgógépről 5 darab mondatot, hanem ennél sokkal komplexebb dolgokra is képesek vagyunk. Szerintem magas színvonalon. És én azt gondolom, hogy ez a mi szakmánk, amit egyébként televíziós újságírónak szeretek én hívni, ez valahol ott kezdődik, hogy átlátod egy műsornak a felépítését, és abban, ha muszáj, minden elemet meg tudsz csinálni. Mindent. Tehát el tudsz menni, meg tudsz csinálni egy riportot. Most olyan nagyon figyelek egyébként. De azt is pontosan tudnod kell, hogy egy rendező asszisztensnek mi a feladata. Ettől még nem tolod ki a rendező asszisztens a székéből, mert nem gondolod azt magadról, hogy te vagy a jó Isten, aki majd mindent megold, de tudnod kell minden egyes elemet végrehajtani, ha netán úgy adódik. Oda kell tudnod menni a kamera mögé, és meg kell tudnod oldani azt a feladatot is. És ebben a pillanatban tényleg előjön a szerénytelenségem, és azt mondom, hogy mi ezeket a feladatokat meg tudjuk oldani, a Gábor is, és én is. De hogy Tények Plusz főszerkesztője, Gábor beült ide a stúdióba, és egyből azt mondja, úristen, fölhívott valaki telefonon, láttátok a mai Blikk címlapot? Marics Peti elköltözött Tótanitól, csináljuk meg! Tehát akkor ebből péntek este volt egy Tények riport, ha jól sejtem, igen, ugye? Igen, igen, hát ez így van. Ugye információkkal élünk, én amúgy is egy mániákus hírolvasó vagyok. Én minden érdekel. Bulvár is. Bulvár is, komoly is, gazdaság is, közélet is, háború is, minden. És kommenteket is olvasol? Nem, az nem. Az nem szabad. Abszolút, nem nincs értelme, időhúzás, tehát semmi értelme. De a híreket olvasom, és mindenből le, tehát rögtön meg, tehát ugye, mint a zeneszerző, hogy jön egy dallam, és akkor azt lejátsz, és lesz egy sláger. Olvasok valamit, és az első sorból tudom, hogy ebből érdemes csinálnia valamit, vagy nem, hogy ez milyen lesz, jó lesz, meg fogják. Valahogy így, igen, érzem. Igen. Na hát akkor kezdjük el, ugye a címlapszoriban a 7 legolvasottabb blikk.hu-s cikkéről beszélgetünk, de az eleje az mindig a két vendégünkről szól. Így is lehet, Marsi Anikó a barátnője lett a férje exének. Erről írtunk, nem jaj, is de bonyolult régen. Mondat. Igen, tehát hogy az a lényeg, hogy Gábor, tehát nem Gönci Gábor, hanem igen. Gyarmati Gábor volt párjával, most már jóban vagytok. Hogy mennyire fontos az, hogy jó viszony legyen az exek és az ő párjai, mert ugye elég nagy a család, tehát hogy gondolom a gyermekek szüleivel meg kell tartani a jó viszonyt. Hát most már nagyon sok gyerek szerepel ebben a történetben, igen. Ugye? Az, hogy mennyire vagyunk jobban az exekkel, az nem fontos. Az fontos szerintem, hogy egy felnőtt ember képes-e felfogni,
a saját gyerekeinek az érdekét, vagy a saját gyerekének az érdekét. És a Judittal nagyon jobban vagyunk, mert ő pont ugyanazt gondolja az életről, ő ugye az én férjem kisebbik gyerekének az édesanyja, mint én. A gyerek az első, és aztán utána jön minden és mindenki más. Tehát mi csak maximum a másodikak, de sokkal inkább a harmadikak vagy a negyedikek vagyunk a sorban. És egyébként van miről beszélgetni, tehát az, hogy mi jóba vagyunk vele, az csak egy bónusz. Tehát az tök jó, de nem ez volt a cél. Tehát mi nem azért találkoztunk egymással, mert mi barinők akartunk lenni, és egyébként nem is vagyunk barinők, nem a hülyé hangzik ez az egész. Ez pont úgy mosolyogtam rajta, mint amikor megírták, hogy túl vagyunk a lánykérésen. Marsi Anikó túl van a lánykérésen. Lányén! Kétgyerekes asszonyság legfeljebb. Milyen lánykérés? Szóval, hogy nagyon kedvelem Agócs Juditot, egy rendkívül helyes, zseniális színésznőnek tartom, de nem az volt a lényege a mi közös történetünknek, hogy mi akkor összebútorozzunk egymással, meg nagyon jobban legyünk, hanem Arturka, aki a világ legzseniálisabb 6 éves kisfiú. Hát annyira édes az a gyerek, hogy én ilyet még nem is láttam. Hogy néz ki nálatok egy vasárnap? Tehát mindenki jön, van, hogy nem tudom, 8-an ott vagytok? A sok gyerek, a exek, tehát hogy azért ez egy nehéz, hát nehéz feladat, nem? Tehát azért nem egy ilyen habos-babos, mézes-mázos, rózsaszínfelhős idilt képzelj el, hogy mindenki ott ül mondjuk a karácsonyfa alatt, és akkor fonogatjuk egymás haját, vagy nem tudom, de hát mindenki éli a maga életét. Most konkrétan, ha kíváncsi vagy rá a mostani vasárnapunkra, akkor nem tudom, szerintem 18-3 felé leszünk. A kisebbik fiamnak vízilabda meccsei vannak, úgyhogy én rohangálni fogok Veszprém és Gödöllő között. Gödöllő lesz a vízilabda meccs, és nekem meg Veszprémben van dolgom. A férjem, ő dolgozik, ő ácskodni fog, egy tetőt meg kell csinálnia, a nagyobbik fiam meg bulit tart. Az jó. És nem tudom a többiekkel és mi ki, van. És ki fonja be kinek a haját közben. Ezt nem tudom követni már így. Írtunk rólad is, Gábor. Szoktunk néha egyébként ilyen kedveseket, örömmel számolt be Gönci Gábor, hogy erre készülnek a családjával. Ugye a kislányod 2021. augusztusában született, igen, és megkereszteltétek, keresztelőre készültetek. És igen, egy családi eseménnyel kapcsolatban, hogy a kisfiad is részt vett rajta. Milyen két gyerekes apukaként a te életed? Milyen hát, apa Gönci Gábor? Hát én azt gondolom, hogy az én életem most lett kerek és teljes. Tehát minden, ami eddig volt, én szoktam mondani Ildinek, a feleségemnek, hogy most kezdődik a játék. Tehát, hogy most indul az élet. Minden, ami eddig volt, bemelegítés volt. Mert most ismerem meg önmagamat is, most ismerem meg az élet legnagyobb és legfontosabb kihívásait, hogy megszülettek a gyerekeink. Még azért az nincs lejátszva, hogy kettő lesz. Tehát terveztek? Terven van? Szóval, hogy erről folyamatosan beszélgetünk. Mindig az, hogyha ha háromszor kell a gréti éjszaka, akkor úgy kellünk, hogy nem lesz több. Ez jó. És akkor végigalusszuk az éjszakát, akkor de jó lenne egy harmadik. Tehát így szoktunk erről beszélgetni. Most még nem, tehát most még biztos, hogy várunk egy picikét. Mert hogy az egy nagyon izgalmas dolog, amikor a gyerek ilyen pici, és nyílik ki, és pont a grétinél most vagyunk annál a résznél, amikor ugye leutánoz minden szót, mindent kimond, megismeri a dolgokat, most már mindenkiről tudja, hogy ki kicsoda, tehát most nyílik ki. Ez a legcsodálatosabb rész az életünkben. Emlékszem Áronnál is ugyanerre a részre. És ugye híradósként mi egy kicsit fordítva élünk, mint az emberek. Pont ezt akartam, nagy része. Hogy én délelőtt vagyok otthon, és délután este nem. Viszont ennek az az előnye, hogy amíg a gyerekek nem járnak óvodába, iskolába, addig non-stop velük tudok lenni. És az Áronnál is ipari mennyiséget voltunk együtt az első 3 év. Hát utána az üdvös. Utána nehéz lesz. Utána nem jó. De az elején, és pont akkor, amikor ez a nagyon szoros kötődés kialakul, rengeteget tudok velük lenni. És most a Grétibe tolom bele ezt a rengeteg időt, energiát. Korábban az Áronba. És az Áronnál látom, hogy ez borzasztó fontos volt. Tehát olyan szoros kötelék van közöttünk, olyan szerelem van közöttünk, hogy ez elképesztő. És most építem ki a Grétivel is éppen ezt a kapcsolatot. Fantasztikus, imádom. És nem maradtam le egyetlen fontos pillanatról se a gyerekeim életében eddig.
És ők is nézik a tényeket, mondták. Nem lehet, nem lehet. Hát akkor a fürdetés alvás van, gondolom. Hát meg a tények nem nekik nem, való. Ezt én. A plusz már nekik való lenne, de az meg már későn van. Úgyhogy egyelőre nem nézhetnek. Maximum Némában, meg tudják, hogy apa tévében dolgozik, meg egyszer Áront bevittem, nagyon tetszett neki. Na, szóval egy szó mint száz, imádok apuka lenni, imádok férj lenni, imádom a családomat, és nagyon-nagyon teljes és kerek az életem, és majdnem minden reggel megköszönöm ezt a jó Istennek, hogy ezt én megkaptam. De akkor nyitva hagyjátok a kérdést, hogy esetleg igen, jön egy harmadik, igen, akkor... Igen, mert óriási csoda egy gyerek, ez... Igen. És Anikó, nálatok egyébként a férjeddel tervben van bármilyen szinten a családalapítás, hogy legyen egy közös hát, is, vagy... Jó, de tudod, hány éves vagyok? Hát nem igazából, és nagyon jól nézek, úgyhogy nem csak arra megsatszolni. Én tudom, és a mai világban szerintem már ezzel nincs probléma egyébként. De hogy nincs erről szó? 48 éves, hát... Én nem tudom, 48 éves vagyok. 48 elmúltam már, úgyhogy én nem hiszem, hogy ilyen korban az ember így dobálózik ezzel, illetve nyilván van olyan, hogy... Azt gondolom, hogy egy nő mindent elkövet azért, hogy legyen gyereke, vagy azért, hogy ne legyen gyereke. És te melyik vagy most? A ne? Én most egyik se vagyok igazából, hanem azt gondolom, hogy ezt 48 évesen azért én szerintem a jóisten eldönti már saját jogon. De hogy jönne? Mit kezdjen vele, de hát azt nem tudom, nagyon meg lennék lepődve rajta azért. Ezt őszintén mondom, azt mondta nekem a nőgyógyászom egyszer, régen, hogy Anikó, ne higgy el, hogy ha valaki azt mondja, hogy 46 éves kora fölött teljesen spontán módon, mindenfajta felkészülés nélkül teherbe esett várandós lett. Én meg megrántottam a vállam, és mondtam, hogy jó, nem hiszem el. Nem tudom, majd biztos el fogom mesélni nektek, mert biztos annyira meg leszek rajta lepődve, hogy nem is ilyen isteni csoda történik. Halló, Blik? Képzeljétek. Jó napot! Igen, én vagyok. Szóval nem gondolkodom ilyenen, és egyébként meg azt gondolom, hogy a férjemnek is van két csodálatos gyermeke, nekem van két bámulatosan zseniális kisfiam. Ez így, csak ez egy így negyed órát áradoztál róluk a felvétel előtt, tehát azért ez látszik, hogy nagyon-nagyon büszke vagy. Helyes. Csávok, de nem tudom néha eldönteni, mit szabad mondanom róluk, és mit nem. Pont a múltkor a nagyobbiknak meséltem, hogy annyira bele akartalak venni egy Tények pluszos felkonkba, mert gyerekekről, meg gyúrásról, meg erőemelésről, meg ilyenekről volt szó. És hát engem és még nem nagyon ott akkor. Volt, meg már nem is vagy olyan nagyon gyerek. És nem is nagyon gyúrok. Ott volt. Több is timmel. Pedig úgy tűnsz. És akkor nagyon bele akartam vonni, hogy hát ez, tehát az enyém is, hát 14 évesen mit tudom én, hány kilókat tolt már kifekve, de hát, hogy és akkor erre azt mondja, de hogy nem mertem, mert hogy úristen, mit fogok én ezért kapni, otthon nem szokta nézni egyik se egyik gyere, sőt, tévét se tudják bekapcsolni egyébként, de hogy biztos eljut hozzá a híre, és erre az volt az ő reakció, hogy anya, hát miért nem mondtad, hát ezt azért lehet? Mindent, ami a gyúrásommal kapcsolatos, az mehet, azt mondta, ja, mondom, bocs, akkor most már tudom, jó. Okay. De jó, de jó. Ja, és színötös matematikából, tehát meg nem csak osztály, meg évfolyam első, meg fizikából is, úgyhogy nem csak szép, hanem okos is, és a másik is gyönyörű. De és valamelyik ők érdeklődik a média iránt? Á, mondom, a tévét nem tudják bekapcsolni. Nem, de mondjuk három nyelven beszélnek ez... anyanyelvi szinten, szóval. Ugye? Azért az elég menő. Igen. Azért az elég de jó. Kicsit a tényekben amúgy mindig megmondjátok a tutit, nem? Tehát, hogy ebből nem, azért nem mondjuk, hogy mi van. A híreket. Nem mondjuk, hogy mi jó, van. Jó, nézem egyébként, de illetve, sokszor azért negatív. Várjál. Mi ugye tehát abból a világból jövünk, ebből a szórakoztató, informálva szórakoztatás világából, ugye az infotainmentből jövünk Anikóval, illetve ebbe töltöttük az egész szakmai életünket, és nekem is világélet, és ez a személyiségemből is ez adódik, szórakoztatni akartam meg informálni. Most ugye a Tények plusz az egyik közös gyerekünk Anikóval, és itt is arról van szó, hogy vagy szórakoztassunk, vagy beszéljünk olyan dolgokról, amikről nem szokás, és kicsit az emberek olyan tabuként kezelik, vagy informáljunk, vagy magyarázzunk el egy dolgot, és én ezt fantasztikus lehetőségnek tartom. Na akkor evezzünk könnyedebb vizekre. Egy könnyedebb vizekre, igen. Nagyon sokan kattintották, nem tudom, hogy ti néztétek-e, vagy olvastátok, vagy ott voltatok, hogy trónfosztás volt a televíziós újságírók díja gála estjén. Lékai Kis Ramona elvitte a koronát Ördög Nóra elől. Sok év után édes, nem Ördög Nóra lett a legjobb műsorvezetőnő, hanem Ramona.
Mit gondoltok egyébként erről? Szerintem ők nem vesztek össze ezen, nem? Nem, ők tökre pláne, hogy a Nóri szerintem jó messze van, nem? Valahol forgat. Mexikóban. Hát Ázsia Express-et Mexikóban. Ázsia Express Amerikában. Így igazából esélyük sem volt összeveszni. Én azt gondolom, hogy ez így igazságos. Egyik évben az egyik legjobb női műsorvezető díjazzák, másik évben mondjuk a Nórit azt hiszem 7-szer zsinórban megválasztották. Igen. Akkor ez így normális. És ilyenkor például mondjuk te látsz egyet, hogy legjobb női műsorvezető, te is egy műsorvezető vagy, nincs ilyenkor benned az, hogy mondjuk a te neved is ott lehetne. Igen, mert mindig show műsorokat díjazunk. Azt hiszem, pont néhány perccel ezelőtt beszéltem a szerénységről, hogy mennyire szeretném magam élni, szóval de nem sikerült. Meg én azt szoktam mondani, hogy lassan mi már ott tartunk, hogy ilyen életműdíj, tudod. Igen. És emlék, hát nem ez posztumus. Tehát, azért én azt akartam volna megjegyezni, hogy hát ha én nem vagyok televíziós újságíró, mert én nem voltam ott ezen a gálán, akkor ki az? Nem. Tehát ez a televízióról író, printes és online-os újságíró. Igen, meg itt a sorság. Nekünk elmagyarázták, hogy nem vagyunk benne a kategóriában. Igen, mert ez nem infotainment kategória. Tehát nem voltak infotainment műsorok, mint amilyen a Tények és a Tények Plusz, itt csak a szórakoztató részleg vett részt. De ha már a műsorvezetőt kérdezed, én szerintem, és ezzel biztos ki fogom vívni a nézőknek, vagy a műsorvezetőknek a haragját, szerintem ilyen foglalkozás nincs. Hogy ilyen nincs. Én ezt nem, illetve látom, hogy van, mert vannak self-made emberek, akikkel a teljesítmények... Jézusom, azt írtuk ki alá, hogy műsorvezető, és a Gábor alá, hát és ne haragudj. Az, hogy mit írtok ki alám, az már teljesen mindegy, ne legyen csúnya, és ne legyen obszcén. Nem. Egyébként azért, ebben, ez talán az egyetlen dolog, amiben nem értünk egyet Anikóval, mert ebben én nem, tehát én meg azt mondom, hogy van. Na, akkor majd mindjárt elmondod. Szerintem is van. Szerintem sincs egyébként, én Anikóval. Szerintem tudjátok ki a műsorvezető, de ő se csak műsorvezető, a Majka például. Ő műsorvezető nekem? Hát ő nekem igen, ő a tipikus self-made man, aki nem ezt tanulta, nem ebben szocializálódott, zseniális a karakter. Imádom nézni. Gábor most nagyon ideges lett. De én azt tanultam nem, bocsánat, nem a Színház és Filmművészeti Egyetemen, mint amit az előbb is itt elmondtam, hogy ennek a szakmának minden egyes részletét ismerned kell. Nem tudsz megcsinálni egy riportot, akár egy Tények riportot, akár egy Tények plusz riportot jól. Tehát nem csak úgy, hogy összedobod, jól. És annak is ismered minden elemét, hogy az mitől lesz jó. Akkor nem tudsz műsorvezető lenni, vagy legalábbis nincs értelme. Szerintem te arra gondolsz, és ebben szerintem igazad van, hogy aki elindul ezen a pályán, általában nagy mellénnyel, ugye úgy indul el, hogy én műsorvezető szeretnék lenni, ugye? Ilyet még sose hallottunk. Tényleg, alig van ilyen. És tanítottunk mind a ketten újságíróiskolában, meg hát magunk is jártunk újságíróiskolába. Hát sőt, és a tudjuk azt, hogy alapvetően, aki a tévében jön, az azt mondja, meg de amúgy mit szeretnél csinálni? Hát műsorvezető szeretnék lenni. Egyfelől, aki benne van a tévében, az ilyenkor azt mondja, jó, de hát mire oda eljutsz, mire nem tudsz, hogy járd be a létrát, nem tudom, másfelől az ő szemszögéből, tök normális, hát tévé, tehát aki meg a Színház és Filmművészeti Egyetemre megy, az meg színész akar lenni, és ez nem, tehát nem valószínűleg nem jelmeztervező akar lenni, hanem 90% színész akar lenni, nálunk mindenki műsorvezető akar lenni, és mi erre azt mondjuk, hogy oké, először legyél gyakornok, aztán legyél riporter, aztán legyél szerkesztő, aztán, hogyha mindenben nagyon jó vagy, akkor a leges-leges legvégén ennek az egésznek, majd sok-sok év múlva, majd lehetsz műsorvezető, amikor már mindent tudsz, és amúgy meg még majd egy csomó minden mást is fogsz mellette csinálni. Szerintem erre gondolsz, hogy... Akkor miért vitatkozol velem? Mi az, amivel nem értünk? Mert hogy a végén aztán mégiscsak lesz egy műsorvezető. De nincs is. Csak nem az lesz rögtön. De figyelj, hogyha te műsorvezetőnek tartanád magad, remélem nem így van, te azt mondanád, ha azt mondanád, hogy Gönczi Gábor vagyok műsorvezető, egyébként szerintem tök fölösleges hozzátenni, mert mindenki tudja. Tehát ezt inkább tudják. Akkor neked nem kéne bejönnöd a Tények plusszal foglalkozni. De például van egy Ördög Nóri, sokkal... aki meg kifejezetten abban kiemelkedő, hogy ő tolmácsolja azt, amit esetleg egy szerkesztő megír neki, és hogy ő abban nagyon jó, hogy műsort vezessen. Szerinted a Nóri nem vérprofi? Minden abban tud. Abban pontosan tudja, hogy kell összerakni. Tudja, hát ő a Nóri pont ezt a Nóri az egyetlen egyébként az ismertebb emberek közül, aki végig vérprofi. Igen. Nem azt mondom, hogy nem profi, azt mondom, hogy ő annyira
kiemelkedő a műsor levezetésében, hogy neki én a műsorvezető titulus oda műsorvezető tudom egyébként, persze, de biztos persze vagyok benne, hogy ő sem műsorvezetőként, maximum műsorkészítőként titulálja saját magát. Hát igen, ő mindent tud erről a szakmáról. És szerinted a Lékai Kis Ramona, ő egyébként műsorvezető? Én nem tudom. Jaj, pont most volt egy nagy történetünk a Ramiról, és akkor egy kicsit utána keresgettem az interneten, és nem akarok hülyeséget mondani, de a legnagyobb meglepetésemre debreceni vagy Gyöngyösi Agrártudományi Egyetemre járt, vagy nem tudom, már nem tudom milyen. És így lett színésznő. Valamilyen kampuszra, és ott nem győztem csodálkozni, hogy ez vajon zseniálisnak tartom. Mert egyébként még az is egy kicsit a véleményem, hogy a televíziós szakmában nagyon nem baj, hogyha, meg bármilyen szakmában, hogyha van egy diplomád, mindegy, hogy milyen. A diploma az arra kell, hogy megtanuljál tanulni, hogy megtanuljál vizsgázni leginkább, hogy benne legyen az a vizsgadruk, meg az az elszántság, amivel oda kell menned a vizsgára. Ezért fontos, hogy legyen egy diploma pont. Tök mindegy, hogy Agráregyetemen szerezted, vagy a Színház és Filmművészeti Egyetemen egy ilyen csili-vili televíziós diplomát. Legyen kész, pont. Igen, Rami műsorvezető. De és ő is tud emellett egy csomó minden mást. Hát valószínűleg, hogyha föltenné neki agrár kérdéseket, arra is tudna válaszolni. De nem, még annyit a Ramiról, fantasztikusan csinálja, és nem véletlenül lett ő az év műsorvezetője. Hát így van. És egy fantasztikus személyiség is egyébként. Tehát az, hogy kilépni a színészetből, ahol egyébként így gyártódik, ugye? Van egy rendező, van pár kamera, eljátszol egy szerepet, és ezek után kiállni egy színpadra, egy őrjöngő tömeg elé, és levezényelni egy több órás show műsort, és hogy ott legyen hangod, hogy ott jó legyen a levegőd, a ritmusod, a késleltetésed, ez egy óriási tehetség kell hozzá. Tehát ezt még sokan, akik televíziós, mondjuk olyan műsorvezetők, mint mi például, tehát akik mondjuk nem színpadi emberek, megkukulnak egy óriás színpadon rengeteg ember előtt, mert miért kell nekik azt tudniuk, tehát meg a füstgép, meg a flitter, meg a tűzijáték, meg mindenki örjöng, és úgy megtartani egy eplőt, ez egy óriási képesség, én szerintem nem is lehet megtanulni, ez valakinek vagy megy, vagy nem megy. És akinek megy, az előtt le a kalappal. És ha már valaki, aki sok ember előtt áll és beszél, igaz, a város másik oldaláról lett most ismert Miller Dávid, miután ugye a filmekből kilépett, egy olyan hírt hoztunk róla, amit nagyon sokan olvastak éppen a blik.hu-n, hogy őszintén vallott a függőségéről Miller Dávid, nagyon könnyű belecsúszni, és a mobil függőségről van szó a cikkben. Érdekes ugye? Volt. Ügyesek vagytok, mert ráklikkeltem, hogy na most miről lesz szó, alkoholizmus, drog, nem tudom, mert ki sem néztem ebből a gyerekből, és akkor láttam, hogy mobil függőség. Ügyes volt. Miller Dávid és a mobil függőség. Ő bevallja, hogy kiszakítja az életből, és akkor semmi másra nem tud figyelni, csak a mobiltelefonra. Azt látom, hogy ti azért nem vagytok ilyen nagy Instagram guruk, tehát nem posztoltak sokat, igen, nincs igen sok sztori, de van bármi olyan, ami tényleg ki tud titeket kapni a hétköznapokból, és azt mondjátok, hogy akkor most csak ez akár egy Tetris, egy sudoku, egy rejtvényfejtés, egy könyv, egy film, van valami, ami teljesen kikapcsolt titeket mindenből? Igen, én használt bútorfüggő vagyok. Hogy micsoda, parancsolj? Használt bútorfüggő. Láttam, volt egy YouTube sorozat, hogy felújítottatok valamit, hát ugye? Hát felújítunk még most. Most imádjátok, nem még? Követitek az Instagramon. Én nézem. Én pont akartam egyébként mondani, hogy az Anikó most YouTube-on van ez, hogy felújítottam. De most indultál be. Akkor Instagram. De hogy te csinálod, mert én láttalak beöltözve meg minden. A férjemmel együtt csináljuk, igen. Be vagyok nagyon tisztességesen öltözve. És halálkom olyan csinálom. Nem imitálom. Oké. Tényleg, és az egyik legsúlyosabb függőségem az, hogy folyton használt bútort bámulok a telefonomon. Szerintem a világ egyetlen ilyen embere vagy, tehát a Marsi Anikó használt bútorfüggő. Ez csodálatosan hangzik. Ezt kiírhatjuk, hogy tudjuk, a tessék. Marsi Anikó használt bútorfüggő. Csodálatos. Súlyos használt függőségben szenved. De amúgy TikTokozol is már. Igen. Azt élvezed? Hát igen. Igen, nagyon, de fogalmam nincs, hogy kell föltenni egyébként a TikTokra egy videót, nem én kezelem, hanem a férjem. Ő a Éces Géber. Én ezektől mentes vagyok, ez valahogy így alakult. Van felületem, de igazából arra használom, hogy nekem fontos dolgokat megosztok, tehát hogy
ha látok olyat, ami másoknak fontos, és úgy érzem, hogy ebben tudok senki segíteni, akkor megosztom. Nagyjából erre használom, meg néha kiírom, hogy a Smile Rock cirkusztak a zenekaromnak. Vagy hogy Viki mondaná Smiley. Én Smiley-nak hívom, mert én voltam már, és nagyon nagy meglepődésemre Gönczi Gábor nyomta egyébként. Igen. Gitároztál is, úgy emlékszem, hát, az... Hát kérdezik, de én hogy meglepődtem, amikor először találkoztunk egy koncerten, de hát ez ugye 15 ezer évvel ezelőtt volt, és a Gáborral együtt oszlopos tagjai voltunk a Város másik oldalán futó Tények Pluszhoz nagyon hasonlító műsornak. Arra emlékszem, hogy volt egyszer egy olyan vitánk, hogy én voltam a szerkesztő, és jöttek a hírcserés anyagok, és azt mondta, hogy ne adjak neki angol nyelvű anyagot, mert ő a spanyolt meg a németet megcsinálja, de hogy ő nem beszél angolul. És akkor ott forgattam össze-vissza a szemem, hogy ezt a hülyeséget, hát ez, hogy lehet, hogy nem beszélsz angolul, tanulj meg. És akkor elmentünk utána egy koncertre, és a Gábor elkezdett énekelni, hát először is nem hittem el se a hangját, se a mozgását, meg annyira más volt ugye az a közeg, ahogy én ott megláttam, hogy én szerintem így fél óráig így álltam. Majd amikor végre lejött a színpadról, akkor annyit tudtam vele közölni, hogy fia, te nekem soha többet ne hazudozzál. Hát igen. Hallom, hogy beszélsz angolul. Hát igen, ráadásul ez egy írkocsma volt, igen, csupa angol. De akkor csak megtanultad a szöveget, vagy tényleg beszélsz angolul? Nem, beszéltem. Jó. Csak beszélt angolul, valószínűleg nem volt kedve lefordítani azt az anyagot akkor. És ez sokkal komolyabb pasi vagy, Gábor, mint gondoltam. Tényleg? Nem, egyébként pont ezt akartam én megmondani, hogy láttam ugye a koncerten, én meg azon lepődtem meg, hogy egyébként egész jól énekel. Most látod belőled. Gábor jól énekel. Igen, egy kicsit végig gondolod. Vagy igen, ebben benne van a műsor, hogy ez most mi fölvesszük? Tehát egy kicsit azért látom rajtad? Vagy minden? Úgy jól meggondolom a dolgaimat. De... Ez az a Gábor, aki ide való. Igen. Ez az asztal. De aztán tényleg valóban a színpadon meg egy egész más Gönczi Gábor van, és én ezt nagyon szeretem, ezt a kettőt, és azt is szeretem, Oroszlán. Oroszlán. Na, azt a mikrek vagy. És azt is szeretem, hogy nincs nagyon átjárás a kettő között. Tehát van egy olyan énem, ami odavaló, van egy olyan énem, ami idevaló, és mind a kettőnek megvan a szerepe. Ráadásul meg ott is egy csapatot irányítok, itt is egy csapatot irányítok, és azért ez így nekem fontos, hogy azért úgy mindenki tudja, hogy ebben hol helyezkedik el. De visszatérve a függőségre, nekem a hírfüggőség talán ez. Tehát az van, hogyha elkezdek híreket olvasni, akkor rám kell jó, szólni, de ez a hogy elég is. Már. Amikor kikapcsolod, híreket olvasok, de azt nem tudod úgy olvasni, hogy és ebből csinálunk egy anyagot, az munka. Most is egyébként nem tudtad elolvasni ezt a hírt sem, mert azonnal kellett telefonálni, hogy az már adásban legyen. Tehát ez olyan hírolvasás, hogy dolgozol. Tudom, hogy például zenészként is találkozol-e olyan függőségekkel, mint például a alkohol, vagy esetleg a drogok érintettek-e már valaha? Igen, érdekes, ugye nekem 25, hát igen, 91, mennyi, 32 éves a zenekarom, bocsánat. Nagyon 91-ben durva. Alapítottuk a Smile-t, és azóta is csináljuk, és nem tudom, több ezer koncerten vagyunk túl, és én azt hiszem, hogy az elmúlt tényleg ennek a három évtizednek minden romboló energiájával találkoztunk, és láttunk sokfélét. Érdekes, hogy a drogok bennünket totálisan elkerültek, teljesen, ez teljesen kimaradt. Az alkohol az egy fura dolog volt. Nyilván, amikor még 20 évesek voltunk, akkor valahogy a menő volt pihálni, és akkor színpad, pia, én láttam ilyen idősebb zenészeket, hogy bedobja a viszkit, úgy megy fel a színpadra, és nyilvánvalóan akkor ezeket kipróbáltuk. Én nem szeretek úgy állni színpadon, hogy összeakad a nyelvem, vagy... Nagy Feró egyfelest engedély ez a koncert előtt a csapatnak, azt mondta. Szóval mindig, kettő már nem volt. Mindig azt szoktam mondani, hogy buli előtt semmit, na de utána. Utána aztán, egyet. Na, most az van, hogy lejövünk a színpadról, 3 órát zenélünk nagyjából, és mire lejövünk, mindenki piás. Hát tehát persze. Házi buliba vagyunk, esküvőn vagyunk, fesztiválon vagyunk, hát éjjel kettő van. Na most ember legyen a talpán, aki ilyenkor nem iszik meg két valamit, de ez két valami. Uh-huh. Én attól baromi jól tudom magam érezni. Most az a baj, hogy ha két koncert van, akkor ez a baj van. De szerencsére mi nem az a zenekar vagyunk, akinek mondjuk van egy 3 hónapos turnéja, és akkor minden nap játszunk, akkor az 90-szer két valami lenne, hanem mi játszunk pénteken, játszunk szombaton,
nagy ritkán egy hétköznapi buli, de mondjuk két bulinál, vagy két koncertnél nincs több egy héten, maximum ennyi. És én abszolút tudom, hogy hol a határ. Én szeretek kocintani, főleg elmegyünk csomószor egy olyan helyre, ahol szinte megsértődnek, hogyha nem. Tehát elmegyünk egy vidéki városba, és a vendéglátónk azt mondja, na figyelj, Gabika, hát ez a én pálinkám, gyere, kóstoljuk meg, és ahhoz ragaszkodom. Csak ne legyen élő híradós bejelentkezés, mint anno a halászléfőző verseny. Ó, Istenem, jó volt. Az nagyon jó. Az rémálom, nem? Amikor azt gondolom láttátok. Szegény, hogy jól érezte magát. Úristen, a szekunder szégyene van mindenki. De várjál, de nem, mert aki, de nem, mert teljesen önazonos szerintem. Persze. Én ott showműsort adtam volna neki utána. Tehát, mert hogy olyan népszerű lett. Amúgy lehet. Hát és egyébként még nem tagadta egy le. Egy ilyen fesztiválon. Aki járt már ilyen fesztiválon, az tudja, hogy azonnal. Tehát szuki volt, annyira mire kettőt nézel, belét töltik. Tehát nincs olyan, hogy... Na, tehát, hogy vigyázni, tehát nagyon kell vigyázni. És visszatérve a függőségre, iszonyatosan kell vigyázni, hogy az embert ez ne vigye el. Igen. Mert jó a hangulat, tud még jobb lenni a hangulat, de... Azt hiszem, hogy engem mindig az visszatartott, hogy engem ismertek a képernyőről is, meg ismertek máshol, és mindig volt bennem egy olyan tartás, hogy engem nem láthatnak ilyen meg olyan állapotban. Tehát akkor soha nem is láttak ilyen koncert állapotban. Után nem mentél a Tojtói környékre. Nem. Szerintem valószínűleg nem vagy egy függő alkat. Tehát most azért, mert legurul koncert mennyiségtől függően egy néhány ital a torkodon, valószínűleg nem vagy függő, nem dohányzol, nem drogozol. Igen. Igen. Mondjuk nem is futsz. Semmire nem. Igen, igen. És Anikó, nálad volt ilyen, hogy valaha a tudatmosnosító szerekkel meggyűlt volt, a bajon? Volt, igen, de hogyha én ebben most belekezdek, mert nagyon komoly és sokféle véleményem van a témával kapcsolatban, akkor ti biztos, hogy itt fogtok ülni estig, mert ha én ezt egyszer elkezdem, akkor nem foglak elengedni benneteket. Legyen annyi elég, hogy most már több éves viszonylatban egyáltalán nem fogyasztok alkoholt. A drogok hál a jó Istennek elkerültek. Szerintem máznim volt, mert amikor én gimis voltam, akkor ott a szolnoki kisvárosban ez nem egy divat nem volt, hanem nem is hallottunk róla. Hál a jó Istennek, ha hallottunk volna róla, akkor valószínűleg megtaláltak volna. És alkoholt már több éve nem. Igen. Mert én amúgy olvasok kommenteket, és egyébként ott tök sokszor írják azt, hogy amúgy alkoholt fogyasztasz. És hogyha megengeded hát a kérdést számomra, hogy ez... Írnak ott a mindenfélét. Ez tény. Azt is leírják, hogy csovány vagyok, meg dagat vagyok, meg csúnya vagyok. Most éppen meg... azt írják, nem hogy, tudom, hogy mi... csomány. De ezt azt írták a múltkor, amikor a Rubin Trékával forgattam egy nagy anyagot, a Tények Pluszba, és akkor nem tudom, volt egy csomó ilyen komment, hogy na persze, biztos a Norbival a háttérben ott piáltak. Kocintott a torcs, és akkor gondoltam én, hogy Anikó, már ne haragudjál te, hogy a hülye, hogy ilyen baromságokat elolvasol. Nem egyáltalán, szabad, nem szabad. Foglalkozol ezzel. Pedig jaj, tény, de szeretem tény, őket is. Tény, hogy az volt a téma, vagy a témának az egyik része, hogy ugye érintettük ezt is a Rékával, hogy mi a francot foglalkozik ő ezzel a ellenlábas táborral, ami egyébként egy nem szerény 42.000-es vagy 47.000-es, nem is értem. Borzanat. Látjátok, ez szörny. Nem az, értem az embereket. Az gyűlölet. Tehát, hogyha én ebbe belekapok, és ugye az volt a sztorinak az egyik apró részlete, hogy megpróbáltuk meghívni ezeket az ellenlábasokat, akik nem. Olyanokat mondanak gyerekek. Tehát én amikor ezt megláttam, én nem tudtam, én azt gondoltam csak, hogy van néhány rossz akarója a Schobert családnak, és gondoltam én, hogy mi a francot foglalkoznak ezek annyit ezzel, hát most nem mindegy, hogy egy névtelen arszalom valaki mit mond, de amikor azért megláttam, hogy ez egy 40x000-es tömeg, akkor azt mondtam, hogy hát akkor mi lenne, hogyha mondjuk elhívnánk őket egy tornára, vagy legalább néhányat, és akkor ott üljünk már le így sok szem közt, és mondják el, vagy tornázzák végig a Rékának az órát, majd belehaltam. Tehát én utána 3 napig nem bírtam lábra állni úgy, hogy heti 45 kilométereket futok, de mindegy, senki nem jött el közülük, és akkor miért csodálkozom azon, hogyha én ebbe belekapok, vagy ebbe belefogok, vagy ebből bármi apró kis szeletet meg akarok mutatni, akkor utána azt írják, hogy biztos a háttérben a Norbival piálgattam. Nem fogyasztok alkoholt most már. Jó, én akkor jó, meg is nyugodtam, és mindenkit megnyugtatok, hogy nem. Egyébként ezt most csak úgy feldobom, aztán vagy lecsapjátok, vagy nem, hogy a Vikinek van egy olyan műsor, amiben pont
pont erről beszélget, hogy amik miatt este itt ülnénk, és amikor tiszta vizet önt az ember a pohárba, sztárok a pácban ez a műsor. Ha gondoljátok erről, majd beszélgessetek. Címlapszori vasárnapi kiadásának legyen ez a vége, de még egy kicsit marasztalunk titeket, okay. Mert van egy jó kis játékunk, na. Amit ti kedves nézőink majd szerdán láthatok a Címlapszori Extrában, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, ti pedig legyetek kedvesek feliratkozni YouTube-on, Instagramon, Facebookon, TikTokon, meg az Anikó csatornájára is, mert majd én is jól megnézem. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, találkozunk akkor szerdán az Extrával, sziasztok!